Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Én Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem, hogy ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk itt mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt kereskedelmi vállalkozáson volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenysége. Vas vármegyében Kondorfán élünk, házasságban Anasztáziával és 6 gyermekünk van. Én a PPH előtt vállalkozóként könyveléssel, majd természetgyógyászattal foglalkoztam, mára viszont nekem is a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk vezetője és alapítója fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indiktatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós mesterkócs! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Állítólag a rádión halk vagyok. Hogy miért? Megnézem. Nem nézem meg. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Semennyire. Semennyire? És mi baj van a jelenlegi világgal? Kicsit furcsa. Fura világ? Hát mi most nem otthon vagyunk Pesten, hanem kicsit eltávolodtunk Budapesttől, és éppen Olaszországban vagyunk. Remélem, ez nem irítál senkit sem. De ez egy csúcsvezetőképző. A legmagasabb szintű vezetők vannak itt. Legmagasabb szintű nem dohányzó vezetők. És párok. Igen. És párok, így van. Igen, mindenki párban van. És ugye azért mondom ezt, mert éppen beszélgettünk, tegnap este sétáltunk. Tegnap este már nem volt képzés. És akkor sétáltunk, tegnap jöttünk. És sétáltunk itt Olaszország, Észak-Adrián vagyunk. És konkrétan Lignanóban, Lignano
ahogy itt a olaszok mondják. És beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha többen elkezdenének tanulni itt a világunkban, tehát itt a Földön. Mert ugye miért is kellene többen tanulni? Mert hát van nekünk egy célunk, tehát a következő a célunk, tehát hogy eszesebbé tegyük az embereket, hogy fejlődhessenek a szabad, boldog életükért, és itt sokkal jobb világ elérésért. Tehát most azt kellene átlátni, hogy minél tudatlanabbak, butábbak az emberek, annál több hibát követnek el. És ugye minél okosabb egy ember, eszesebb, értelmesebb, annál kevesebb hibázást csinál az életében. Na most, de ha ti azt gondoljátok, hogy azok, akik hatalomban vannak, vagy szuper gazdagok azok, az átlag emberhez képest mondjuk sokkal okosabbak, akkor abból a szempontból nem jól gondoljátok, hogy nem tanultak alap dolgokat. Tehát ugye megnézitek a hatalomban lévő embereket, akkor meg a szupergazdagokat, akik ugye irányítják nyíltan vagy a háttérből a világot. Hát igazából mennyire etikusak? Tehát mennyire erkölcsösek, tisztességesek, becsületesek? Tehát mennyire? Gondoljátok végig. Tehát mivel nem tanulták az etikát, mert igazából semmilyen iskolában sem tanítják részletesen az etikát, tehát ilyen felületesen tanítják. Tehát itt tudom én, egyes vallásokban tanítják a 10 parancsolatot, de most az 10 mondat. A 10 mondat az etikáról az röhelyesen kevés. Tehát röhelyesen kevés. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy ember valamit nem tud, akkor nem tud úgy élni, hogy azt használja, amit nem tud. Hát azt tudjuk használni az életünkben, amit tudunk. Amit nem tudunk, azt nem tudjuk használni. És az emberek az etikát, tehát a tisztességet, becsületet, erkölcsöt a társadalmi szokások szerint ítélik meg és használják. Ha a társadalmi szokásokban mondjuk az erkölcs lazul, akkor az emberek lazábbak, tehát lazább erkölcsöt gyakorolnak. Ha a becsület az lazul, akkor az emberek lazább becsületet alkalmaznak. Ha a tisztesség az veszendőben van, akkor az emberek ezt a fajta módot alkalmazzák, mert ez a társadalmi szokás. Tehát ugye az a nagy probléma, hogy az emberek alkalmazkodnak a társadalmi szokásokhoz. És a társadalmi szokások ezen a területen hát egyre rosszabb és rosszabb. Tehát az etika, erkölcs, tisztesség, becsület terén egyre rosszabb. És hát mivel alapvetően ilyen dolgokat nem tanítanak. Mondom, ha tanítanak, akkor csak egy pár mondatot. Ezért ugye a világban, hát most gondold végig, becstelennek könnyebb lenni, mint becsületesnek. Hazugnak könnyebb lenni, mint igaz gondolnak. Tehát a rosszat
könnyen meg lehet csinálni, mert az nem kell semmilyen tudás. Tehát mit tudom én, van egy dolog, amiben jót akarsz csinálni. A jót egyféleképpen tudod jól csinálni azon a területen. De a rosszat számtalan módon tudod csinálni. Tehát ezáltal, ha jobban megnézzük, hát rosszat nagyon könnyű csinálni. Jót pedig úgy lehet, hogyha az ember tudja, hogy mi a jó és a rossz között a különbség. Az ember nincs tisztában azzal, hogy mi a jó és a rossz között a különbség, sőt, még a közt is különbséget kell tenni, hogy mi mennyire jó, és mi mennyire rossz. Tehát még ahhoz is szükséges a részletes tudás, hogy az ember tudja a fokozatok között mekkora különbség van. Mert ha az ember ezeket nem tudja, akkor a társadalmi szokások alapján működik. És ha megnézitek, a társadalom az erkölcs terén fokozatosan romlik. Már évtizedek óta. Megnézed, mit tudom, a becsületesség terén. Ugye mit jelent a becsületesség? Ugye az becsületes, mondjuk aki nem ver át másokat. Oké? Okay? És ugye egyre több embert vernek át a világban, ha megnézed. Hát nem egyre kevesebbet, hanem egyre többet. És hát hogyha az emberek azt látják, hogy átveréssel boldogulnak emberek, akkor ő is azt csinálja. Akkor ő is átver másokat. Tehát ugye a becsületesség azt is jelenti, hogy ha valamit megígérsz, akkor betartod. Ez is romlik, megnézed. Egyre inkább az emberek nem tartják be azt, amit... Tehát a szavukat nem tartják be. Oké? Okay? Tehát ugye ugyanez a tisztesség területe is. Tehát ugye ez a három dolog egy viszonylag szorosan összefügg. Tehát ugye egymás nélkül nem választhatók szét. Tehát a tisztesség, becsület, erkölcs, az úgy önmagában nem működik, az úgy együtt működik. És ugye akkor tisztességes egy ember, hogyha, ugye mondhatnánk nagyon egyszerűen, hogyha nem tisztességtelen. De ugye megnézzük, akkor lehet olyan dolgokat mondani a tisztességtelenség területén, ami már eleve a becstelenségbe ütközik, vagy az erkölcstelenségbe ütközik. Tehát azért mondom, hogy ezek a dolgok valamilyen szinten, ezek a fogalmak összekapcsolódnak. És egy olyan világban élünk, hogy hát ez évtizedek óta, tehát mondhatjuk azt, hogy a második világháborút követően a társadalmi erkölcsök, a társadalmi tisztesség, társadalmi becsületesség, az így folyamatosan csökken, és folyamatosan romlik. Nyilván van, mikor gyorsabban, van, mikor lassabban, de hát ez azt jelenti, hogy ennek alapvető oka ugye az, hogy régebben három generációs családok voltak. És az oktatást a nagyszülők végezték alapvetően. Nem volt kötelező iskolai oktatás. Az iskolai oktatásban kifejezetten az élethez szükséges dolgokat tanulták meg. Nyilván az élethez szükséges az is, hogy az ember tudjon írni, tudjon olvasni, tudjon alapműveleteket számolni. Oké, ez nyilván fontos. Ezen felül pedig olyan dolgokat tanítottak, amit az életben a nők tudnak használni, és amit az életben a férfiak tudnak használni. És amit nem tanítottak meg, tehát most gondold végig, akkor olyan volt az iskola, hogy mit tudom én, beindultak a mezőgazdasági munkák, mondjuk tavasszal,
És nem mentek a gyerekek iskolába, mert dolgoztak, segítettek a szüleiknek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy olyan iskolai oktatás volt, hogy az 1-től 8 általános, az egy osztály volt. És az azt jelenti, hogy az elsős az hallotta a másodikos, harmadikos, negyedikes, nyolcadikos anyagját. És a nyolcadikos hallotta, ismételte az elsőt, másodikat, harmadikat. Érted? Gondold végig, mire nyolcadikos lett valaki, 8-szor ismétel, illetve 7-szer ismételt. Egyszer tanulta, 7-szer ismételt. És gondold végig, hogy sokkal hamarabb érettebbek lettek a gyerekek, ha már olyanokat tanultak, amit a felsőbb osztályok tanultak. Ezt láttuk a gyerekeinknél. 6 év korkülönbség volt a Gergő fiam és a Levente fiam között. És rengeteget tanult a nagytól a kicsi. Rengeteget. Tehát ami azt jelenti, hogy neki ezáltal az iskolai tanulmányai sokkal könnyebben zajlottak le, mint a nagynak. Sokkal. Tehát ami annyit jelent, hogy ugye egész más világ volt. És amit nem tanítottak az iskolában, na azért mondanám még azt is, hogy nem női tanítók voltak, hanem férfi. A férfi meg sokkal nagyobb tekintélyt tudott elérni, mint egy női tanár. Főleg a fiúknál. Tehát főleg a fiúknál. Tehát egy fiú, amikor tinédzser lesz, akkor automatikusan eltávolodik az anyjától, mert az egy nő. Oké? Tehát addig mondhatjuk azt, hogy szinte szerelmes az anyjába, de amint eléri a serdülőkort, úgy eltávolodik az apjától és az anyjától, mint a húzat. És most gondold végig, hogy attól, akit eddig, addig a legjobban szeretett, eltávolodik, akkor próbáljon már fegyelmet tartani neki egy idegen nő, akit hol szeret annyira, mint a saját édesanyját. Na most, de ezt megnézzük fordítva, nem igaz. Tehát a lányoknál nincs egy ilyen fajta működés. Csak a fiúknál. Tehát ezért van az, hogy mit tudom én, van egy cég, ahol női vezetés van. Nem is így hasonlítom össze, hanem inkább azt, hogy ugye én rengetegszer megkérdeztem már hölgyeket és urakat arról, hogy milyen főnök alatt dolgoznának szívesebben. Hölgy vezetés alatt, vagy férfi vezetés alatt. És mindenki azt mondta, hogy férfi vezetés alatt. A férfiak is, a nők is. Mindenki. Tehát én még nem hallottam olyat, hogy valaki azt mondta volna, hogy női vezetés alatt szívesebben dolgoznak. Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogyha az emberek automatikusan ezt mondják, automatikusan ezt már gondolkodás nélkül válaszolva is ezt mondják, akkor kiknek van nagyobb tekintélyük? Nem a nőknek. Oké? Okay? Tehát ez legalábbis a világ így működött, mióta a világ a világ, most ezt próbálják megváltoztatni. Lehet rá kísérletet tenni, de az egész az egy elkorcsúsult kísérlet lesz úgyis. Szóval a lényeg, és itt most nem leértékelem a hölgyeket, tehát ez, én gondoljátok végig emberekkel, embereket tanításával foglalkozok 93 óta. Tehát az akárhogy nézem 31 éve. És 31 éve van saját csapatom, illetve 33 éve van saját csapatom. És 33 év alatt, illetve mióta embereket vezetek 31 év alatt, mindig ezt a választ kaptam. Mindegy, hogy a múltban vagy a jelenben. Tehát lényeg, hogy a múltban másként működött a világunk,
És amikor az ember el tudott menni tanulni gyerekként, mert nem kellett a családnak besegíteni, akkor mondom még egyszer, arra tanították, amire szüksége volt. És amire nem tanították, mondjuk például ilyen, hogy etika, erkölcs, tisztesség, mert régen sem feltétlenül tanították ezt a tanárok, akkor azt tanították otthon, de nem a szülők. Mivel a szülők dolgoztak, hanem mivel három generációs családban nőttek fel a gyerekek, ezért a nagyszülők tanítottak ilyeneket, jellemzően. És ott, ahol nem volt három generáció, hát ott bizony, na ez a fajta tanítás kimaradt. Ott tudod, kik tanították egymást? A gyerekek. A gyerekektől tanultak. A nagyobb gyerekektől a kisebbek. De hát nehogy ma azt mondja nekem valaki, hogy egy nagyobb gyerektől többet tanul egy gyerek, mint egy szülőtől. Hát inkább azt mondanám, hogy egy gyerektől egy másik gyerek legfeljebb a hülyeséget tanulja meg. De hogy sok jót nem, az volt biztos. Ráadásul ugye régen az oktatási rendszerben, mivel férfiak voltak, és határozott erőteljes tanárok voltak, tudtak fegyelmet tartani az iskolában. Tehát a gyerekek kénytelenek voltak szót fogadni. Na most ez azt az eredményt is hozta, hogy amikor valaki elment dolgozni, akkor, tehát ott van benne, fegyelmet tudtok tartani. Tehát a gyerekek kénytelenek voltak fegyelmezettek lenni. Ha a gyerek megtanulja gyerekkorban, hogy fegyelmezett, akkor ő fegyelmezett felnőtt is lesz. Ha egy gyereket gyerekkorban nem tanulják meg a fegyelmet, az felnőtt sem, ként sem tud fegyelmezett lenni. Világos? Tehát a fegyelem megtanítása gyerekkorban azt jelenti, hogy a gyerek fegyelmezett tud lenni. Ha egy gyerek gyerekkorban nem tud fegyelmezett lenni, mert nem tanítják, nem késztetik, nem erőltetik rá a fegyelmet, akkor felnőttként egy fegyelmezetlen felnőtt lesz. És mi baj van ezzel? Hát ma egy olyan világot élünk, ahol az emberek nagy része fegyelmezetlen. Ez a liberalista tanítási világ. Minél fegyelmezettebbek, vagy fegyelmezetlenebbek az emberek, a hatalomnak annál jobb. Oké? Mert a fegyelem az az önfegyelemből indul. Tehát az ember akkor is fegyelmezett, ha megtanították neki gyerekkorba, akkor is képes a fegyelmezettségre, ha senki nem kényszeríti rá. Tehát megtanulja, és onnantól saját maga gyakorolja a fegyelmet, amit úgy hívnak, hogy önfegyelem. Tehát az az ember, akin fegyelmet gyakoroltak, tehát hogy kénytelen volt fegyelmezett lenni gyerekkorban, annak tudti, hogy lesz felnőttként önfegyelme. Akit ugye nem késztettek, kényszerítettek fegyelemre, annak önfegyelmi problémái vannak. És ezt ugye én a saját bőröm is megéltem. Ugye én nekem egy nagyon nagy rokonságom van, annak idején ezt megszámoltuk, 167 rokonunk volt, a 23-an voltunk unokatestvérek, éppen most halt meg a múlt héten az egyik unokatestvérem, úgyhogy most már kevesebben vagyunk, már csak 17-en, de még mindig vagyunk 17-en. Szóval a lényeg az, hogy nagy család, és abban a nagy családban apám volt a legszigorúbb szülő. Tehát senkinek a családban nem volt olyan szigorú szülője, mint az én apám. Anyám nem volt szigorú, de apám az nagyon. És volt azért sokszor, hogy igazságtalanul volt szigorú. De nekem akkor is tartanom kellett magamat hozzá. Nem kis darab ember volt, magasságra annyi volt, mint én, szélességben még több, egy tízessel.
És lényeg az, hogy ha nem fogottam szót, vagy rosszalkodtam, akkor dirdúr pipa. De nem hülyére vett, most meggondoljátok azt. De egy-két fászt biztos, hogy kaptam. És ez egészen serdülő koromig így volt. Tehát azt mondja, hogy mondjuk 6,5 éves koromtól, mondjuk egészen 12 éves koromig szerintem nem volt olyan hét, hogy megkaptam volna legalább egy pofont. Oké? Okay? Na most, ez azt jelenti, hogy nekem kőkemény fegyelmet kellett gyakorolni gyerekkorban. És apám fegyelmet gyakorolt rajtam. És ugye nem szólhattam vissza. Én életemben nem szóltam vissza apámnak, mikor felnőtt volt, akkor sem. Érted? Pedig én már rengeteg embernek visszaszóltam. De apámnak nem. Tehát az ember ugye tud önfegyelmet gyakorolni. Tehát én megtanultam azt, hogy kell rákényszerített apu, hogy önfegyelmet gyakorolja. De én fegyelmezett felnőtt vagyok. Tehát én nekem van az átlagnál sokkal nagyobb önfegyelmem. Érted? Emiatt. És régen, amikor fegyelmezték a szülők a gyerekeiket, nem liberalista világ volt, akkor bizony sokkal nagyobb önfegyelmek volt az embereknek. Sokkal, mint manapság. Tehát mondom még egyszer, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, az egy fegyelmezetlen felnőtt lesz abból a gyerekből. Jó? És a fegyelmezetlen felnőtt, az bizony nem fog végigcsinálni dolgokat. Oké? Okay? Miért? Mert ahhoz, hogy az ember végigcsináljon dolgokat, ahhoz igen nagy önfegyelemre van szükség. Tehát fegyelmezetten kell végigcsinálni. Jó? És ez komoly problémát jelent, mert hogyha az ember nem csinál végig dolgokat, akkor hogyan valósít meg saját célokat? Saját célokat hogy fog megvalósítani? Jó kérdés, nem? Saját célokat csak önfegyelemmel lehet megvalósítani. Márpedig a saját célok azok fontosak, hiszen ugye egy család saját célok nélkül nincsenek. Tehát akkor hoz létre valaki családot, hogyha van olyan célja, hogy legyen párja. Akkor hoz valaki létre családot, ha van olyan célja, hogy legyen gyereke. Okay? Akkor lesz neki lakása, háza, ha van olyan célja, hogy legyen lakása vagy háza. Érted? Ha nincs ilyen célja, akkor el se kezdi. Ha van ilyen célja, de nincs ilyen, nem elég önfegyelme van, nem fogja végigcsinálni. Tehát most mondok példát, jó? Párkapcsolat nincs urlódások nélkül. Ugye ezt mindjárt tudjuk. Ti még nem nagyon, majd megtanuljátok. Szóval, nincs urlódások nélkül. Na most, de ha a pároknak nincs önfegyelmük, akkor bizony lesz olyan, hogy a párok beszólnak egymásnak. És ha nincs önfegyelem, akkor ő visszaszól. Oké? Okay? Mert nem tudja azt mondani, hogy nem szólok vissza. Tehát nem tudja kordába tartani a saját egóját. Érted? És visszaszól. És akkor megy oda-vissza a beszólás addig, ameddig mondjuk ez olyan szintre fajul, hogy fogják és elválnak. Jó, hosszú távon természetesen. Oda, olyan szintre fajul. És nagyon egyszerű, mert egyszerűen hiányzik az önfegyelem. Tehát hiányzik az az önfegyelem, hogy ő azt mondja, hogy magának, hogy kus. Oké? Okay? Magának. Oké? Okay? Magának. Nem a másiknak. A másiknak könnyű mondani, tudod? Magának.
Jó? Tehát mondom, egy olyan világban élünk, egy ilyen liberalista, diktatórikus liberalizmus. Bizonyos dolgokban teljes liberalizmus van, ilyen ez a fegyelmi kérdések, de más területen meg olyan diktatórikus a működés, hogy a szocializmusban nem volt ilyen diktatórikus. Komolyan. Pedig a szocializmus diktatúrának nevezték. Érdekes módon. De sok mindent a szocializmusban, amit most nem lehet, azt meg lehetett csinálni. Oké? Szóval, ugye avval kezdtem, hogy ha az emberek nem tanulják az etikát, akkor ne csodálkozzunk, hogy a társadalom lezűlik. Ez a lezűlés nagyon egyszerű. Ki az, aki nem tanult történelmet, tegye már fel a kezét. Mindenki tanult? Jó. Tehát volt történelem tanítás, nem? Iskolában. Akkor tanultatok olyat, hogy Római Birodalom, nem? A világ egyik legnagyobb birodalma volt annó annak idején, meg a legnagyobb. Legalábbis ezt tanultuk. Ezt tanultuk, hogy a legnagyobb. Igen. Nem a legnagyobb volt, de azt tanultuk, hogy a legnagyobb. És vajon miért esett szét? Tudod miért? Mert az erkölcs, a tisztesség, a becsület, tehát hagyták, hogy lezűljön. Tehát lezűlött. Tehát lezűlött a tisztesség, az erkölcs, a becsület. És ahogy zűlöttek az emberek ezen a téren, úgy esett szét a birodalom. Ez nem nézé rövid távon történt meg, most ne ilyen pár évet gondolj. Ez egy ilyen 50-100 éves, csak nem 100 éves intervallum volt. Oké? Egy fokozatos lezűlés. Tehát úgy esett szét az egész birodalom, ahogy egyre erkölcstelenebbeket engedtek a vezetők. Nagyobb erkölcstelenségeket engedtek a vezetők. Tehát például jött mondjuk egy olyan császár, amelyik erőteljesebb volt, és az a császár akkor megint felvirágoztatta a birodalmat, mert megjött egy ilyen liberálisabb császár, azt elkezdett elzülleni az egész. Jó? Tehát amikor az emberek örülnek a liberalizmusnak, akkor, tehát nehogy azt higgyétek, hogy a diktatúra az a jó. Tehát most nem erre jutottam. De ha megnézed, a demokrácia haldoklik. Azt mondja, hogy a diktatúra az bebizonyosodott, hogy nem egy hosszú távú, jó működésű akármi. Tehát az is mondhatjuk azt, hogy hát egy élő halott. Oké? Most próbálkoznak a liberalizmussal, de a liberalizmus is bebizonyosodott már a történelem során. Bár, mint társadalmi rendszer nem volt olyan sűrű, mint a diktatúra, de nem is volt olyan sűrű, mint a demokrácia. Hát most ebben próbálkoznak ezzel az átkozott liberalizmussal. És tehát ugye annak az a lényege, hogy igazából minden szabad. De ha megnézitek, mégse. Tehát az azt jelenti, hogy minden szabad, de vannak kevésbé szabad területek, amit fogják és diktatórikusan levágják. Érted? Tehát mondom, ez egy ilyen diktatórikus liberalizmus. Tehát egyetlen, tehát a civilizációban, erről is beszélgettünk tegnap sétaközben, a civilizációban a világegyetem, ha nem bármelyik világ, ami létezik a világegyetemben, ahol értelmes lények vannak, sőt, nem is kell hozzá értelmes lények. Tehát ha megnézitek, az élő világban is így működik, méghozzá mondjuk az állatoknál.
Sőt, még a bogarak jó részénél is így működik, hogy van egy hierarchikus rendszer. Hierarchikus rendszer. És az állatoknál is. Például, mit tudom én, a kutyák, ha csapatba verődnek, akkor fogják és hierarchiát állítanak föl. Tehát a világon mindenütt az értelmes és kevésbé értelmes lények hierarchia alapján működnek. És nem demokrácia alapján, nem liberalizmus alapján, és nem diktatúra alapján, hanem hierarchia alapján. A hierarchiának mi a lényege? A hierarchiának az a lényege, hogy az állatvilágban megnézed, az erősebb és ügyesebb állatok vannak a legügyesebb és legerősebb, van a hierarchia csúcsán. Oké? Minél ügyetlened, minél gyengébb, annál lejjebb van a hierarchiában. Na most, az értelmes lényeknél, ne csak a földet, földi embereket vegyétek figyelembe, mindenütt a világegyetemben, az értelmes lényeknél bizony hierarchia van. De az értelmes lényeknél nem a fizikai erő számít. Nyilván, amikor nem volt technika, akkor számított a fizikai erő. Mert ugye meg kellett védeni a törzset akár, vagy a családot akár. De ahol fejlett technika van, hát gondold végig, azt mondja, hogy most már jó ideje, mondjuk 100 éve, vagy több mint 100 éve, már az 1800-as években kitalálták. Erről van is egy film, az utolsó szamuráj, ahol gyakorlatilag egy gépágyúval, tehát egy ilyen golyószorróval el lehetett dönteni egy csatát. Tök mindegy, hogy az ellenség hány fős volt. És az azt jelenti, hogy azt az egy golyószorot egy ember üzemeltette. Tehát gyakorlatilag egy golyószorróval egy ember legyőzött egy hadsereget, érted? Tehát amikor a technika van, akkor nem számít, hogy ki milyen erős. Oké? Amikor még kardoztak, akkor számított, hogy ki milyen ügyes meg erős, természetesen. A mai világban, ahol már van technika, ugye a fejlett világban mindenütt van hatalmas technika, állatoknál nincs technika. Tehát ott az erő számít, meg az ügyesség. Tehát az azt jelenti, hogy egy olyan világban, ahol van technika, ott két dolog számít, ugye, hogy milyen ügyesen használja az ember mondjuk a technikát, ez az egyik. Másik az, hogy mennyi sütnivalója van. Ez a két dolog. És az azt jelenti, hogy minél jobban használja a technikát, és minél eszesebb az illető, annál magasabb pozíciót tud betölteni a hierarchiában. Oké? A mi világunkban, itt földi emberek világában ez nem így van. Demokráciában nem így van. Ugye a hierarchia az azt jelenti, hogy megküzdenek egymással. És aki a legügyesebb, legeszesebb az, lesz annak a csoportnak a vezetője. De a csoport vezetők megküzdenek egymással, és aki a legügyesebb, legeszesebb, az lesz a csoportnak a vezetője. Ez tényleg így működni? Ne, így kellene működnie. Tehát a jövő társadalmi formája, ha nem a hierarchia lesz, mint a fenti világokban mindenütt, de még a lenti világokban is így működik. Ha nem a hierarchia lesz, akkor ez a bolygó, ez az emberiség oda jut, mint az előző 7 emberiség. Illetve 6, bocsánat. Az előző 6 emberiség.
Hova? Eltűnik. Eltűnik. Most, hogy milyen okból tűnik el, hogy eltüntetik, vagy eltünteti magát, most ebből a szempontból ez tök mindegy. Oké? De el fog tűnni. És úgy néz ki, hogy ha így haladunk, rövid időn belül el fog tűnni. És arról beszélgettünk, amivel kezdtem, hogy kevés az olyan ember, aki megvilágosodik arra, hogy neki tanulnia kellene. Tehát ez egy megvilágosodás. Tehát mondhatjuk azt, hogy fény gyúlik az agyába, ahogy szokták mondani. Így, mint egy lámpa, érted? Hogy rá kellene jönnie, hogyha többet tudnék, mondjuk az élet és az ember működéséről, akkor jobb, könnyebben boldogulnék. Rá kéne jönni. Tehát az emberek úgy működnek itt a 21. században, mint ahogy működtek mondjuk a 90-es években. Csak azóta eltelt, hát több mint 20 év. 30 lassacskán. És 30 év alatt óriási változások történtek. Óriási változások. És ha valaki úgy akar élni, mint a 20. században, akkor annak nagyon nagy problémája lesz. Tehát mondok példát, a 20. században, nem csak itt Magyarországon, nyugaton is valaki elment dolgozni, mondjuk mikor kijárta az iskolát, és nagy valószínűséggel, ha ő nem akart változtatni, akkor onnan menj nyugdíjba. Érted? Nem csak itt Magyarországon, mondom még egyszer, nyugaton is. Én erre tapasztalataim voltak Ausztriában. Hogy gyakorlatilag visszamentem 20 év múlva, és ugyanaz a ügyintéző volt, érted? Ugyanazon a helyen. Jó, azóta biztos a irodát kifestették. Érted? Szóval, lényeg az, hogy ez így működött a múltban, ez 90-es évekről beszélek. Ez így működött a múltban. Most nem így működik. Most gyakorlatilag, ha valaki 5 évet dolgozik egy munkahelyen, már örülhet neki. Gondold végig. A legtöbb ember, ha most csinálnának egy átlagot, hogy mondjuk Magyarországon, megnéznék, hogy ki hány éve dolgozik egy munkahelyen. Tehát nem a vállalkozókról beszélek, hanem az alkalmazottakról. Akkor abból lehetne egy statisztikát csinálni, hogy hány éve van ott, és akkor mennyi az átlag. Tuti, hogy 5 év alatt van az átlag. Hát ott vannak a munkanélküliek is, meg a burkolt munkanélküliek. Kik a burkolt munkanélküliek? Akik már 3 hónap után kikerültek a munkanélküli segélyrendszerből. És megnéznék ezt, akkor kiderülne, hogy nincs stabilitás a munkaterén. Tehát a munkaterén nincs stabilitás. Akkor miből fognak élni az emberek? Hát a vállalkozások azok vagy fejlődnek, vagy eltűnnek. A vállalkozások nem stagnálhatnak. Tehát egy vállalkozás stagnál, vagy egy vállalkozást kicsit elkezd csökkenni, akkor megy a megszűnés felé, abban a pillanatban. Oké? És a vállalkozások tömegei vannak ilyen helyzetben. Hogy nem fejlődik a vállalkozása, hanem éppen stagnál az a visszafejlődés kezdete, vagy már elindult a visszafejlődésben. És nem tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát itt vagyunk mi magyarok. Ugye Európa közepén. Hát én még azt is mondanám, hogy a Kárpát-medence a világ közepe.
Ha tetszik ennek, ez valakinek, vagy nem, mindegy, én akkor is mondom. Tehát itt vagyunk a Földünk közepén, érted? Ugye ma azt mondják, hogy a Föld szívcsakrája van. Mert voltunk is ott egyébként, ahol van a Föld szívcsakrája. Sőt, PPH-s csapatként is voltunk már a Föld szívcsakrájánál. Sőt, megtapasztaltunk olyan energiákat, hogy a nem hívő embereknek leesett az álla. Tehát milyen nem hívő? Hogy nem hisznek abba, hogy vannak ilyen energiák, érted? És ott megtapasztalták, és leesett az álluk. Szó szerint. Szóval, lényeg az, hogy lényeg az, hogy itt vagyunk a világ közepén. Van egy nép, ugye még akkor is azt mondanám, hogy a legtöbben magyarul beszélnek a Kárpát-medencében. Vagy legalábbis tudnak. Mert ugye mi nem tudunk románul például. Hála Istennek. Szóval lényeg, hogy itt vagyunk a Kárpát-medencében, és nekünk lenne egy küldetésünk. Megjósolták, hogy a Kárpát-medencében ilyen tájt egy népnek, Nostradamus jósoltában is benne van, lesz egy nép a Kárpát-medencében, amely elvisz egy magasabb rendi tudást az emberiség számára. Hát a mi népünknek, ami hunoktól származunk, ez a küldetésünk. A hunoknak ez volt a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást vigyenek el az egész emberiség számára. Ezt tökéletesen nem tudták beteljesíteni. Istvánnal ez megállt, első Istvánnal, királyunkkal, hazaárulónkkal, az volt. Hát az hazaáruló, aki a magyarok ellen idegeneket hív segítségül. A magyarok ellen idegeneket hív segítségül. Az egy hazaáruló. Jó, és lényeg az, hogy ráadásul trombitorló is volt, mert nem ő lett volna a Soros király, hanem Koppány. Jó, maradjunk ennyiben. Szóval mindenféleképpen hazaáruló, és ezt ünnepeljük, ezt a hazaárulót augusztus 20-án, ez baromi jó, nem olyan sokára. Szóval következő ünnep már úgyis csak akkor lesz, nem? Előtte már más ünnep nincsen. Szóval lényeg az, hogy Istvánnal megszűnt az a küldetés, amit a népünk nem tudott beteljesíteni István miatt, tényleg István miatt. Ráadásul ezzel a hazaárulásával még azt is csinálta, hogy ott okozott a 1000 éves átkot a magyarokra. Úgyhogy nagyon jó, mert a vérszerződést is fölrúgta. És azzal kaptunk egy 1000 éves átkot. Szóval, most itt van ez az ország, és megnézzük, azt mondja, hogy Mátyás óta küszködünk. Tehát ugye Mátyás az még leszármazott volt anyai ágon az Árpádháznak. Tehát az Árpádház nem halt ki. Ugye 1200, vagy valahogy nem halt ki. 1300 valahogy így. Nem halt ki, mert anyai ágon tovább ment. És Mátyást ugye azért választották meg, meg a királyaink. Ugye Lajosig azért voltak megválasztva, az, mert az anyai ágon még tovább ment az Árpádház. Ugye Habsburgoktól szűnt ez meg ez a dolog. És lényeg az, hogy ugye Mátyástól, ha megnézitek, így ilyen hanyatlik az egész nemzetünk igazából. De szó szerint értsétek. Na most lenne egy lehetőség a magyarnak, amivel az egész, el is beszélgettünk az este, az egész országot úgy, ahogy van, ki lehetne húzni a slamasztikába. És egy gazdag ország lehetne. Tényleg.
Csak azt a tudást kellene elvinni az emberiség számára, amit én tanítok. Oké? Okay. És onnantól kezdve az emberek tisztességes, becsületes, erkölcsösek lennének, az elnyomókról meggondoskodnának a fentiek, ugyanúgy, mint a születés az ő privilégiumok, ugyanúgy az ember halála is, ha csak nem lesz valaki öngyilkos. Nem, tehát a halál is az ő felségterületük. De itt most egy kis kitérő itt az öngyilkosságra. A önpusztító életmód és némi nemű öngyilkosság, jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. És azért megnézzük a magyaroknak mondjuk a hány százaléka önpusztító életmódot, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy több, mint a fele. Sőt, lehet, hogy azt lehetne mondani, hogy lényegesen több, mint a fele. És ugye ebben kapcsolatban van egy olyan dolog, hogyha az ember nem azt az életet éli, amit élnie kellene, akkor ne csodálkozzon arra majd, vagy azon majd, hogy a következő élete az kicsit nehezebb lesz. Jó, meg az, ennek az életének a vége is természetesen nehezebb lesz. Jó, nem kell hinni, hát most. Ugye itt tanulók tudják, hogy így van, aki meg nem tudja, az meg vesse magára. Arra meg azt mondom, hogy buta vagy. Kész. Ennyi. Jó, tehát lényeg, hogy itt van lehetőség, lenne lehetőség, hogy hogy beteljesítsük, mint nép a küldetésünket. Minden népnek van egyébként küldetése, csak hát nem tudják az emberek, mert nem tanítják nekik. Nekünk az a küldetésünk, tehát minden magyar állampolgárnak, még hála Istennek csak magyaroknak néztem a küldetését, és minden magyarnak az a küldetése, hogy a tudást adjon át az embereknek. Minden magyarnak ez a küldetése. És ha ezt csinálnák, akkor van egy olyan kialakított rendszer, hogy ebből tudnának élni az emberek. És annyi befizetést kapna az állam, annyi pénz folyna be Magyarországra, illetve a magyaroknak annyi pénz folyna be a világ különböző részéből, hogy abból gatyába lehetne rázni úgy, ahogy van ezt a bolygót. Illetve az országot először, utána a bolygót. Oké? Okay? Mert a bolygót azért, mert átadjuk a tudást, magunkat meg azért, mert tudásunk van, de is van elég anyagian. És ez egy nagyon egyszerű dolog. Nagyon egyszerű dolog. Érted? Vannak képzéseink, hetente kétszer, és 30 óra, átlagosan legalább 30 óra a képzés, és azt csináljuk, hogy ugye mindig azonos időben van, minden kedden azonos időben, minden vasárnap azonos időben. Eltér ez a két időpont némi nemű, a szerda meg a, vagyis a szerda meg a vasárnap, miért mondtam keddet, mindegy. Szerda meg a vasárnap eltér egymástól, hogy szerdán 18 órakor kezdünk, vasárnap meg fél ötkor kezdünk délután. Ezáltal ugye a vasárnap hamarabb befejeződik egy órával, 8:45-kor, a szerda meg 8:10-kor. És ez van mindig. Ha nyár, ha tél, ha ez, ha az, ha ünnep, ha akármi, akkor is van. Hát a vasárnap is egy ünnep. Jó, tehát ez van. Olyan áron nyújtjuk a képzéseket, ami bárki számára elfogadható ár. Jó, még annak is, aki sokkalni szokott dolgokat, hiszen óránként mondjuk egy első havi képzés az 660 forint. A második hónaptól meg 420 forint. Jó? Tehát második hónaptól. És akkor van egy rendszerünk, az azt jelenti, hogy aki a tanulás, a tanításban részt vesz, tehát az azt jelenti, hogy ugye mindenki részt vesz a tanításban, aki hoz tanulókat, meg aki tanít természetesen, tanítja őket valamire.
azok az emberek jelen pillanatban 76%-ban részesednek a bevételből. Oké. És nem nullától 76%-ig, hanem 25%-tól 76%-ig részesednek. Nyilván minél eredményesebb valaki, annál nagyobb a jutalék. Az egész rendszerünk a hierarchiára épül. Tehát ami azt jelenti, hogy a hierarchia az egyetlen igazságos rendszer a világegyetemben. Társadalmi rendszer. Oké? Arra van építve, ebben is mintát mutatunk. Tehát gyakorlatilag mi már úgy működünk, mintha nem is a Földön lennénk. Oké? Legalábbis nem ezen a Földön, ahogy most van, hanem egy jövőbeni Földön. Szóval, lényeg az, hogy itt lehet játszogatni az emberekkel, mint amit csinálja a hatalom, meg csinálják az igen gazdag emberek. Csak az a helyzet, hogy egy pusztítással mindenki megy a levesbe. Vagy egy pusztulással mindenki megy a levesbe. És most gondold végig, a múltban ez úgy működött, hogy aki esetleg túlélt valamilyen oknál fogva, mondjuk egy piramisban túlélt. Hát ezt gondold végig, egy olyan társadalmi rendszerbe került be, ahol minden megszűnt, minden technika, és élhetett kőkorszaki körülmények között. Tehát lehet, hogy azok jártak jobban, akik nem éltek túl. Maradjunk ennyiben. Jó? Hát az emberek, akik tudatlanok, az nem tudják, hogy egy embernek az életének, mint lélek, nincs vége. Az emberi lélek élettartam az végtelen. Ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy ebben az életben mit csinálunk. Mert amit ebben az életben csinálunk, annak a jövő életünkben következménye lesz. Tehát ezért, hogyha az ember tanul és fejleszti magát, akkor az a következő életre nézve az egy nagyon pozitív történés. De valaki ebben nem hisz, az az ő baja. Az az ő baja. Tehát ha te abban hiszel, hogy egy életed van, egy halálod van, akkor az elég nagy baj neked. Mert te úgy fogsz rettegni a haláltól, mint a tűztől. Érted? Jó? És aki ugye tudja az élet folyamatát, hogy neki mennyi előélete volt már az emberi léte előtt, és mennyi utóélete lesz, na, nincs mitől tartania, nincs mitől félnie, érted? Mert ha nem ebben az életben csinálja, meg megcsinálja a következőben. Érted? Jó, csak nem mindegy, hogy a Földön csinálja meg, vagy esetleg egy más bolygón, mondjuk az univerzum szélén, vagy esetleg mondjuk a Plejádokon csinálja meg, vagy esetleg a Sirius B-n csinálja meg, vagy más ilyen pozitív bolygón. Olyan pozitív bolygón, ahol nem emberek élnek, hanem az emberekhez kicsit hasonlatos, de sokkal értelmesebb lények. Sokkal értelmesebb. Most gondold végig itt, elküzdünk itt az életünkkel. Leszületünk, újra születünk, mindig nulla tudással születünk, azt valamicske tudást összegyűjtünk. Azt van egy elmentett tudás, minden élet után elmentenek. És akkor gondold végig, ha visszakapnád azokat a tudásokat, amit te már tudtál az életedben, mert az mind el van mentve. És az a te tulajdonod visszakaphatnád, csak nem ebbe a földi létbe. Hanem ezen túl kellene lépni, be kellene teljesíteni a küldetésedet, a földi küldetésedet beteljesítenéd. Ha a földi küldetésedet be tudnád teljesíteni, én azért vagyok itt, hogy minél több ember be tudja teljesíteni, és onnantól kezdve visszakapja az összes tudását onnantól, mióta lélekként létrejött. A teremtő létrehozta. És akkor gondold végig, hogy neked nem jó, mit tudom én, 20 éved van, vagy 40 éved van, vagy 70 éved van, hanem neked lehet, hogy évmilliárdjaid vannak. És azért gondold végig, évmilliárd alatt mennyi tudást szereztél?
De ha évmillióid vannak, az alatt is. Ennyi tudás. Tehát így neked jó ez a tudatlan bizonytalanság. Hát én azt látom, hogy amióta tanulok, és egyre több tudással rendelkezek, egyre biztosabb vagyok. Nem bizonytalanabb. Az ember minél kevesebbet tud, annál bizonytalanabb. Tehát nem kellene tanulnod olyan helyen, ahol használható tudást kapsz, módszereket kapsz, ahol gyakorlatilag az életedben, a hátralévő életedben akár azt meg tud csinálni, hogy ne legyen olyan dolog, amit ne tudnál megcsinálni. Hát most gondold végig, hány olyan dolog volt, amit nem tudtál megcsinálni. Tehát, csak most mondom, ha te alkalmazott vagy, meg tudtad azt csinálni, hogy a tízszeresét keresd? Nem, akkor tudtál olyan dolgokat megcsinálni, amit nem tudtál megcsinálni? Nem tudtál. Ha vállalkozó vagy, meg tudtad azt csinálni, hogy tízszer annyit keres? Nem tudtad megcsinálni. Akkor van olyan dolog, amit nem tudtál megcsinálni? Van. Jobban éreznéd magad, ha tízszer annyit keresnél? Bizonyára nem. Gondold végig. És csak egy dolgot mondtam. És én nem azt mondom, hogy minden a pénz. Tehát most félre ne értsétek. Engem soha igazából nem érdekelt, mert tudtam, hogy annyit meg tudok mindig teremteni, amennyire szükség van. Ennyi. Ezért engem a pénz az soha nem izgatott a helyemet, igen? Engem nem. Oké? És mondtam mindig neki, hogy nyugi, amennyi kell, lesz. Érted? És volt is. Szóval, de gondold végig, nem lenne egy jó érzés, hogy nem izgatna többet a pénz? Oké? Okay. Tehát én nekem soha nem volt gondom a pénz szeretetével. Soha nem volt gondom. Tehát ez úgy működik, ha megnézed, hogy amit szeretsz, az a terület működik. Amit nem szeretsz, az a terület nem működik. Ha párodat szereted, akkor a terület tud működni. Ha párodat nem szereted, akkor ez a terület nem működik. De bármilyen területre igaz, amit nem szeretsz, az döcögve, nyögve nyelve működik. Amit szeretsz, az működik. Én nekem a pénze sose volt gondom, mindig szerettem a pénzt. Ezért nekem ez a terület mindig is működött. De bármilyen terület, amit szerettem, az működött. És megpróbáltam mindig az életemben olyan dolgokat csinálni, amit szeretek. És ezért működött. Én kevés ideig csináltam olyan dolgokat, amit muszájból csináltam. Világos? Mert a muszáj az nagy úr, csak nem az a terület, amit az ember szeret. Oké? Okay? Tehát például valaki mondjuk pár kapcsolat keresésben van, és mondjuk hölgy, akkor ugye az a legjobb módszer, hogy keres az hölgyként az ember olyat, férfit, aki képes arra, hogy teremtsen. Oké? Okay? Ezt úgy mondom. Hogy képes legyen az a férfi a teremtésre. Ha nem olyan, akkor kell olyat keresni, aki képes a teremtésre. Jó? De nyilván nem a vének korosztályából, hanem a saját korosztályából az embernek. Természetesen. Jó, tehát lényeg, hogy gondolkozz el azon a dolgokon, amiket itt hallottál, és gyere közénk, jó? Várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes képzést. Hát elég sok gondolatot elindított a fejemben ez a mostani előadás. Iskolába, amikor tanultunk, és utána kikerültem az életbe, tehát nagyon sok mindenről meg kellett tapasztalni, hogy nem úgy működik, ahogy tanultunk. Elég korán kezdtem a vállalkozást,
és nagyon korán szembesülnöm kellett azzal, hogy a vállalkozások sem úgy működnek, ahogy arról beszélnek. Tehát, hogy rengeteg visszaélés volt például, akkor sok olyan dolgot, tehát a gazdagokat támogatták, vagy a nagyobb cégeket támogatták, a kicsik fizették az adót. Tehát akkor már elindult bennem egy olyan gondolat, hogy akkora igazságtalanság van itt a világban, és nem tudtam vele azonosulni, és nem értettem, hogy mi lenne erre a megoldás. És nagyon sokat kerestem, interneten rengeteg előadást néztem, több irányban elindultunk, és amikor rátaláltam Szedlacsik Miklós előadására, azt meghallgattam, és hasonló dolgokról beszélt benne, mint amiről az imént is, és egyből hoztam döntést, hogy mert ezzel egyből tudtam azonosulni, és úgy gondoltam, hogy ez megoldás lehet arra, ami eddig nem jól működött. És ugye mondtam, hogy korábban több helyen tanultunk, kaptunk tudást, de ezt a tudást azt úgy tudnám jellemezni, mintha ilyen gombócokat vagy ilyen csomagokat kaptunk volna. Amit viszont itt tanulunk Szedlacsik Miklósnál, azt úgy tudnám vagy úgy tudnám jellemezni, mint a puzzle-ba a darabkák. Mert a puzzle-ba a darabkák azok illeszkednek egymáshoz, míg azok a gombócok vagy a tudáscsomagok azok nem illeszkedtek egymáshoz, és tehát hiába tanultunk, de valahogy mégis olyan hiányérzet volt, hogy valamiért mégse úgy működik, ahogyan annak kellene működnie. És ugye nem láttam összefüggésekben a dolgokat, tehát nem volt használható tudás számomra. Itt kaptuk meg a PPH-nál Szedlacsik Miklóstól azt a célt, iránymutatást és tudást, ami az életünkben működőképesen alkalmazható, és általuk eredményeket tudunk elérni. Szedlacsik Miklós személyében egy olyan tanítóra, mesterre, vezetőre találtunk, akinek szándéka, tudása, tapasztalatai, egész működése és az elért eredményei példát mutat számunkra, és példaképként jár előttünk a fejlődés és a fejlesztés útján. Amióta itt tanulunk, nagyon sokat változott a gondolkodásmódom. Ennek következtében sok mindent másként látok, mint korábban. A tanítások során sok felismerésem és megértésem volt, és van folyamatosan is. Sokkal pozitívabban gondolkodom, figyelem magam a különböző élethelyzetekben, a véleményemet sokkal többször tudom inkább, vagy sokkal többször inkább megtartom magamnak, mint elmondom. Jobban megértem az embereket, és ezáltal könnyebben elfogadom őket olyannak, amilyenek. Jobban működik a párkapcsolatunk, a családi kapcsolataink, és az életterületeim folyamatosan javulnak, és ez a saját változásomnak köszönhető. És hogyha szeretnél, aki most hallgatod az előadást, ha szeretnéd, hogy neked is jobban menjen, hogy jobban működjön az életed, javaslom neked, hogy kezdjed el hallgatni az előadásokat. Lehet, hogy sok mindennel nem értesz egyet még az elején, én is így voltam, de az élet mindig hoz olyan élethelyzeteket, amiben megtapasztalhatjuk, hogy mégis igaz, amit itt tanulunk, mert amit itt tehát amit megértünk, azáltal
tehát tudni fogjuk, hogy az tényleg így működik, és hogyha valaki azt megtapasztalja, hogy az így működik, akkor utána már soha nem kell győzködni arról, hogy miért kell ezt csinálni. És mesterünk egy olyan fantasztikus dolgot talált ki, és megoldást arra, hogy a világ jobbá váljon, az emberek jobbá váljanak, és tényleg szeretetben, békességben élhessenek. És egy ilyen lehetőségre hívunk téged, hogyha érzed magadban azt a változtatásra való készséget, akkor gyere közénk, kezdjél el tanulni, és érezd magad egyre jobban a bőrödben, és segítsél másoknak. Köszönöm. Nekem is az életem legjobb döntése volt, hogy a PPH-hoz csatlakoztam, illetve hát együtt csatlakoztunk, hiszen azóta egyre jobb dolgok történnek velünk az életünkben. Most például ugye ezen a csúcsvezetőképzőn veszünk részt itt Olaszországban, Szedlacsik Miklós társaságában, és hát ez egy csodálatosan nagy dolog. Persze ezt az elismerést egy hosszabb út előzte meg, amelyen a kapott tanítások, felismerések, megértések dzsungelében nagy fejlődésen mentünk keresztül, és hát ez még nem ért véget korán sem, hiszen még nagyon sok idő van előttünk a fejlődésünkben. Még így több mint 6 év után is úgy gondoljuk, hogy a fejlődés elején tartunk még csak. De ez így van jól. A lényeg az abban rejlik, hogy mi itt vagyunk, és hogy tanulunk, mert hogy felismertük, hogy enélkül, az itt kapott tudás és módszerek nélkül nem tudunk haladni az életünkben. Tehát nap mint nap teszünk azért, hogy egyre jobban oldjuk meg az élethelyzeteinket, és hogy egyre jobb emberekké váljunk. Hiszen csak általunk, az önmagunk változása által tudunk tenni egy jobb világért. És azt gondolom, hogy erre mi méltán lehetünk büszkék, hogy mi legalább már teszünk valamit. Tehát nem csak gondolunk rá, nem csak beszélünk róla, hanem valóban teszünk azért. Fizikailag, cselekedeteinkben, hogy egy jobb világot teremtsünk. Magunk részére, a gyerekeink részére, és az utánunk jövő generációk részére, hogy még legyen egy földbolygó, ahova ők születhetnek. És itt a PPH-nál, ebben a közösségben, hála a Teremtőnek és Szedlacsik Miklós mesterkócsnak, és a hatalmas tudásának, az életünk minden területére kiterjedő tanításainak egyre többen vagyunk, és egyre többen látják át ennek a lehetőségnek a jelentőségét. Mi már, ahogy itt ma már elhangzott, mi már itt valóban egy szeretetkort teremtünk, egy aranykort, kicsiben, de ez a kicsi, ez folyamatosan egyre bővül. És ez nem csak velünk van így, hiszen akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Tehát ez nem egyedi eset, a mi esetünk nem csak velünk fordul elő, hanem mindenkivel, aki itt a PPH-nál tanul. Ezért én is azt javaslom neked, aki most hallgatsz minket, hogy ne halogass. Kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást most, mert ez a legalkalmasabb időpont, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Minden szerdán és vasárnap este van képzésünk, ahogy már Szedlacsik Miklós is elmondta, átlagosan egy hónapban 30 óra. Havi 200 000 forint értékben kapsz a mindennapokban használható ember és életjobbító képzést, de most akciósan mindössze 19 700 forintért, sőt a második hónaptól csak 12 500 forintért. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező jövedelem szerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást. 3 hónap most csak 44 700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvét
részvétel esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. A szünet után egészségteremtő coachképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy meghallgattál, és hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik, és utána folytatja mesterünk a képzést.